Egy személy súlyosan megsérült, amikor kamionnak csapódott egy kis teherautó az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében szombaton. Szeged felé haladt a román kamion, amikor a feltorlódott sor miatt fékezett és megállt. A mögötte érkező román kis teherautó vezetője ezt későn vette észre, és a kamion hátuljának csapódott, amitől a jármű totál károsra tört. Vezetője súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították, a kamionosnak nem esett baja. A kiérkező tűzoltók nehezen tudták megközelíteni a helyszínt a strádán szabálytalanul álló járművek miatt. A baleset következtében feltorlódott kocsisor miatt nem sokkal később egy újabb baleset történt az M5-ös autópályán, ekkor már Kistelek határában. Egy trélert vontató autó csapódott neki a szalagkorlátnak. A karambolban senki sem sérült meg.